gömör természetes tájegység, éppen az Árpád-kori kis templomai mutatják, hogy a trianoni határok nem alkalmazkodtak a több évszázados kultúrtájhoz. Gömör nagy része ma Szlovákiához tartozik, Magyarországon csak 22 település maradt belőle. Ami miatt érdemes ide eljönni, az éppen a középkori templomok, hiszen ilyen kvalitású képek, freskók, középkori freskók, amelyek zömmel gótika, tehát a 14.-15. századból származnak, ilyen kvalitású képanyag, ekkora mennyiségben, ilyen kis területen, hát a történeti Magyarországon nagyon kevés helyen van. Gömörben a szlovákság inkább a hegyes, dombos északon él, a magyarság inkább a déli síkvidéken. De most éppen Felsővájon vagyunk, dombok között a Váj völgyében, Rimaszombat és Ózd között. A magyar határtól alig 30 kilométerre. Különlegessége a 600 éves erőd templom. Mint minden más templom, tulajdonképpen ez is katolikus templom volt, de a templom a története során kettő esetben leégett. Kazettás mennyezet viszont a második tűz után keletkezett. Ennek érdekessége, hogy a helyi lelkész okozta a második tűzesetet, mégpedig bejött a templomba és látta, hogy a templomba ülnek a galambok, amik hát piszkoltak természetesen, és ő szerette volna őket kiriasztani, és gyutacsos puskával elkezdett rájuk lövöldözni. Ettől tudok, hogy nagy lángot vett a gyutacsos puska. Hát feltételezem, hogy ebben az időben is fazsindejes volt az épület, és hát így természetes, hogy lángra lobbant. A lelkész annyira bánta, amit tett, hogy beöltözött teljes papi ornátusba, és bent akarta elégetni magát. Szerencsére a hívek megakadályozták. Váj egy nagyon-nagyon-nagyon szép település. Bizonyos értelemben azt mondhattam, hogy amikor mi egyetemisták voltunk, még egy második hollókőt lehetett volna belőle csinálni. A falu közepén, ugye ott emelkedik a Császárhegyen, így nevezték Hajdán, a templom. Most akik Vájban éltek, Árpád-kori eredetű nemesek voltak, akik még nem egy kutyabőrt kaptak, mint Lipót idejében a 17.-18. Században, hanem ők hogy olyan természetes módon örökölték ezt a kisnemesi státuszt, de ezek voltak éppen egy részük olyan szegény volt, hogy maga állt az eke szarva mögé, ha szántani kellett, viszont öntudatában, magatartásában egy büszke, mégiscsak nemes ember volt, a kiváltságos rendnek a tagja, akkor is, hogyha ebből sok haszna nem feltétlen volt, de megvolt a rendi szabadsága. Na most ezek a kisnemesi családok, ezek a reformációkor elfogadtak ugye Calvin tanait, és nem volt kegyúr, nem állt fölöttük földesúr, aki a cuius regio, eius religio elve alapján megszabta volna, hogy ők most melyik vallásnak a híveikkel legyenek. Tehát ez egy tipikus református település volt, a templomot is átépítették, és ez az állapot maradt meg napjainkig. Az első tűz az 1619-ben volt, és az első tűz után kibővítették az eredeti épületet, templomot. A keleti részhez hozzátoltak mintegy 5 méternyi részt, és már akkor figyelembe véve a református liturgiát, mert elindult a reformáció korszak, ugye, és az egész völgy lakossága áttért fokozatosan a református hitre. És ebből adódóan már a felújításkor és a hozzáépült rész átadásakor már figyelembe vették a református liturgiát, úgyhogy középpontba került ugye az úrasztala, a szószék. Egy szűk év alatt, 1777-ben már felújították, helyrehozták a templomot, és fel is lett szentelve 1777-ben. És ekkor készült el tulajdonképpen a mai berendezése a templomnak, ekkor készültek azok a táblák, amelyek a templom nyugati karzatán láthatók, amelyet rimaszombati mesterek, asztalos mesterek készítettek, ahol ugye ez a szép ilyen itáliai virág minták alapján készített táblák láthatók.
Ilyen jelentős műemléképületeknél azonban a felújítások költségei általában meghaladják a közösség lehetőségeit. Itt kerül képbe a Teleki László Alapítvány, ami a kezdetek óta szervezi a határon túli kulturális és egyházi emlékek helyreállításának munkálatait. A Romer Flóris terv keretében évente 500 millió forintnyi forrás jut erre, jelenleg ezt 55 helyszín között kell elosztani. A kormányzati program 2015-ben kezdődött, a megvalósítását pedig a Teleki László Alapítvány végzi. A kisfalusi templomokra fókuszálva ez egy jelentős támogatás. A felújításokat beleértve a restaurálási munkálatokat, tehát falképrestaurálás, kőrestaurálás, stb. Végezzük el ezekből, a fenntarthatóságot az pedig a közösségek biztosítják. Az egy alapszabály, hogyha napi szinten gondoznak egy házat, de egy műemléket is, akkor nem kerül sokba. Tehát akkor egy közösség, egy nem szorvány, de nem is egy nem tudom milyen nagy közösség, az fent tudja tartani a templomát. Az utóbbi évtizedekben a legfontosabb dolog a tetőszerkezetnek a megerősítése és kijavítása volt. A torony, a harangláb úgy szintén nagyon rossz állapotban volt a múlt év szeptemberéig, mikor is sikerült úgy szintén a Teleki László Alapítvány által finanszírozott munkálatok által megerősíteni. Ami a védőfalat illeti, arra úgy szintén statikai felmérés végződ, vagyis készítetett, és már az is kész van, ott még arra nem került sor annak a megerősítésére. Mert igazi különlegesség az erőt fal is, talán a környéket megszálló huszita kelyhesek, talán a törökök miatt, talán más martalócok ellen kellett megépíteni. A Vájvölgy teljes panorámája látható a torony alatt. Ha ma elmegyünk Vájba, akkor látjuk, hogy a templomot azt egy helyenként 5 méter magas kerítőfal veszi körbe, amelyet két kapu és egy harangláb tagol. A két kapu közül az egyik a nagyszeresi, utalva arra a falu részre, amely a nagyszer nevet viselte, a másik pedig a bikszögi. Most a bikszögi volt az, ami hát mívesebb kivitelezésű kapu, hiszen ha ma is ránézünk, akkor látjuk, hogy a két szárnyú kapu fölött ott van egy kicsike épület, amit a vájiak felháznak neveznek, és amely annak idején káplán lakásként szolgált. A felsővái templomerőd, vagy erődtemplom, az azért érdekes, mert az egész felvidéken, a magyar lakta területeken sehol ennek párját nem találjuk.